Egyre kevesebb házi méhet látunk a kertekben, ez világszintű probléma. Nagyon fontos lenne a gyümölcsfák beporzása, megtermékenyítése. Ezen segíthetnek azok a magányosan élő méh és darásfajok, amik hűvös időben is, árnyékos, borult időben is szépen dolgoznak, ellentétben a házi méhekkel. Íme itt látjuk azt a rovarhotelt, amit méhecske hotelnek, darásgarázsnak is hívnak. Ez egy nagyon egyszerű kis ajándék, szuvenír példány, ennél sokkal komolyabbat is építhetnek. Ami bevonza, fiasítása, csábítja azokat a magányos méh és darásfajokat, amik íme már a szobák, a lyukak nagy részét ki is bérelték, berakták a tojásaikat, amik aztán elvégzik a megtermékenyítés munkáját a kertünkben. Nagyon fontos tudnivaló, hogy ezek a magányosan élő darázs és méhfajok nem támadnak, nem szúrnak, az a telepet képezőkre jellemző. Úgyhogy tegyünk meg mindent mi is, hogy becsábítsuk ezeket a fajokat, otthon teremtsünk nekik, de még más módon is elősegíthetjük a terjedésüket. Érdemes megvárni a virágzó útszéli növényeknek a kaszálásával a virágzás végét, mert ez is fontos táplálékú szolgál a poszméheknek és a házi méheknek is. A vadméhek mellett a házi méhek is előszeretettel látogatják a virágzó dísznövényeket, különösen akkor, ha mezőgazdasági területeken már nincs számukra alkalmas táplálék. Úgyhogy kérem, hogy ültessenek olyan növényeket, amik csalogatják a vadméheket és a házi méheket is.